Donbasz következik? Már 6 hete tart a háború, de eddig csak a veszteségeket láttuk, ami Romániát illeti, a keleti NATO szárny megerősítésében érdekelt. Nem jobb, de legalább drágább. Kétfordulós önkormányzati választásokat szeretne az ellenzék egy része. Szakértők szerint ez azon kívül, hogy többletköltséget generálna, egyéb károkkal is járna. Nem csak a roma holokausz napján. A roma közösség egyik legnagyobb problémája a mély szegénység. Integrációjuk, gondjaik orvoslása nem csak április 8-án fontos, mégis ilyenkor jobban figyelünk erre. Köszöntöm Önöket a híradóban! Meg kell erősíteni a NATO keleti szárnyának védelmi és elrettentő képességét, hangsúlyozta ma Klaus Johannis államelnök a román és a belga kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. A konstancai Mihail Kogelnicsánu 57-es számú katonai bázisra látogatott ma el Klaus Johannis államfő és Alexander De Croo belga miniszterelnök. Felszólalásában az államelnök megköszönte azoknak a NATO tagoknak, amelyek katonákat telepítettek Romániába. Meglátása szerint ugyanis az egyértelmű bizonyítéka a szövetségen belüli szolidaritásnak. Johannis emlékeztetett, hogy a Krím-félsziget illegális elfoglalásával már 2014-ben egyértelművé vált, hogy a NATO keleti szárnyának a megerősítése elengedhetetlen. Az orosz invázió Ukrajnában ezt még inkább nyilvánvalóvá tette, fogalmazott az államfő. Tovább folytatjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek gyors és határozott választ tudnak adni a NATO részéről bármilyen provokálás vagy fenyegetés esetén. Amint a brüsszeli csúcson eldöntöttük, felgyorsítjuk a szövetség átalakítását oly módon, hogy megerősítsük a NATO védelmi és elrettentő képességét hosszú távon, főként a keleti szárnyon és a Fekete-tengeren. A belga kormányfő a NATO tagok szolidaritását és védelmi elkötelezettségét emelte ki. Szövetségesekként komolyan vesszük a területeink, illetve a NATO tagállamok védelmét. Be kell vallanom, hogy rendkívül büszke vagyok arra, hogy ebben a bázisban a francia és belga csapatok közösen dolgoznak azon, hogy mindenféle Romániát vagy NATO-t ért esetleges agresszió esetén fel tudjanak lépni. Klaus Johannis egyébként arról is beszélt, hogy a NATO keleti szárnya még inkább megerősödik azáltal, hogy létesül 4 harccsoport, amely közül egy Romániában fog tevékenykedni francia parancsnokság alatt. Új fordulatot vett az orosz-ukrán háború. Az oroszok most a Donbászra koncentrálnak. Arra készülnek, hogy május 9-e lesz a győzelem napja. Kérdés, hogy ez mit is jelentene. Szakértőt kérdeztünk a várható fejleményekről. Taktikaváltás nyomán az orosz katonai vezetés most a Donbászra koncentrál, az új célpontért kemény harcok várhatók, nyilatkozta híradónknak Szenkovics Dezső. A Sapientia MTA oktatója megjegyezte, Mariupolban meg nem erősített források szerint kémiai fegyvereket is bevetettek volna. A számítások szerint most a Harkovtól délre lévő területeket fogják támadni. Az orosz érdek szárazföldön összekötni Oroszországot a Luhanszki és Donyecki szakadár köztársaságok területén keresztül az Azovi-tenger partja mentén a Krím-félszigettel. Ez stratégiai fontosságú Oroszországnak. Megoldódik a Krím-félsziget szárazföldi összeköttetése, akárcsak az ivóvíz hiány problémája a Krímen. Kérdés, innen terjeszkednek-e Odesszáig, ezáltal a Fekete-tengeri kijáratot is elvágva Ukrajnától. A régóta ostromolt Mikolajiv elesik, Odessza felé is elindulhat az orosz hadsereg. Szenkovics Dezső szerint várhatóan új technikákat kölcsönöz a harcoknak, hogy a háború irányításával most Alekszandr Dvornikovot bízták meg, aki a szíriai orosz seregeket is vezet. Hogy az oroszok megelégednek-e a Donbász esetleges elcsatolásával, vagy újra Kijev felé terjeszkednek majd, az sok mindentől függ. Egyrészt függ attól is, hogy ez mennyire könnyen fog menni az oroszoknak, milyen veszteségekkel fog ez járni. Ez meg egyenesen attól függ, ugye, hogy az ukrán reguláris seregek, illetve a besorozott önkéntesek milyen minőségű, milyen típusú fegyverekhez jutnak a közeljövőben. Egyre inkább nehezebb fegyverhez juttatni a harcoló egységeket.
Az oroszok Mariupolt már úgy körbezárták, hogy oda egy szelet kenyeret sem lehet bejuttatni, nemhogy fegyvert, hangsúlyozta. Szerkovics Dezső az egyre többet hangoztatott orosz győzelmi napi, május 9-i időpontra is utal, amikor Vlagyimir Putyin belengetné, győztek a háborúban. Igaz, nem világos ez konkrétan, mit fog jelenteni, sem az, hogy egyáltalán bekövetkezik vagy sem. A korábban felvázolt tengeri kijáratot biztosító Karéj, Mariupol és Donbász bevétele már elegendő eredmény lehetne ahhoz, hogy azt győzelemként adják el az orosz népnek, jegyezte meg. Kérdés azonban, hogy mindehhez miként viszonyulnának az ukránok. Volodymyr Zelenszky elnök nyilatkozatai alapján a Krímet elengednék, de további területi veszteségekről hallani sem akarnak. Ilyen formán felmerül egy Donbászban nagyon hosszú időre elhúzódó fegyveres konfliktus vagy befagyott konfliktus, ahol meg nem oldott problémákkal kell majd szembesülni, összegzett Szenkovics Dezső. Viorica Dăncilă volt kormányfőt és egykori szociáldemokrata pártelnököt választotta vezetőjévé a Naziune Oameni Împreună, vagyis a Nemzet és Emberek Együtt párt. Az újonnan létrehozott alakulat kongresszusán a leadott 251 érvényes szavazatból 247-et szerzett meg Dăncilă. Beszédében kifejtette, azért tért vissza a politikába, hogy konszenzus teremtsen és olyan politikát folytasson, amelyben a nemzeti érdekek felülírják a személyes és párt érdekeket. Viorica Dăncilă ugyanakkor bejelentette, hogy fiatal szakemberekből álló pártjának 2024-ben az Európai Parlamenti, az Önkormányzati, a Parlamenti és az Elnök választáson is lesz jelöltje. Visszaküldték a szakbizottságokhoz a kétfordulós polgármesterválasztás bevezetéséről szóló AUR tervezetet. Mivel sarkalatos törvényt módosított volna, nem volt meg a kellő szavazat, hogy elutasítottnak tekintsék azt. Az RMDSZ ellenzi a jogszabálytervezetet. A polgármesterek és a megyei tanácselnökök kétfordulóban történő megválasztásáról szóló jogszabályjavaslat heves vitát váltott ki a képviselőházban. A PSZD a tervezet ellen foglalt állást, mert az alakulat honatjai úgy vélik, hogy kétforduló esetén az első és a második forduló között kereskedni fognak a pártok a románok szavazataival egy-egy alpolgármesteri tisztség megszerzéséért, ez pedig megengedhetetlen. A tervezetet a kezdeményező AUR mellett az USZERE is támogatja, míg a PNL egyelőre határozatlan az ügyben. Az RMDSZ szerint több szempontból is hátrányos lenne a kétfordulós választás újbóli bevezetése. A legtöbb esetben Romániában elsőfordulós győzelem van, és aztán a második fordulóban is legtöbb esetben, több mint 80%-ban, aki az első helyen végzett az első fordulóban, az nyeri meg a második fordulót is. Tehát, hogy szinte felesleges megszervezni, és abban a kevés helyzetben, ahol mégis a második fordulóban más jelölt nyer, mint aki az első fordulóban az első helyen végzett, ott mondom, elsősorban etnikai alapú, vagy bármilyen más ellenszenv alapú történet van, és nem valamilyen program mellé teszik az emberek le a voksokat. Szavazásra bocsátásakor a tervezetet a képviselők egyszerű többsége, konkrétan 154 törvényhozó ellenezte, de mivel sarkalatos törvényt módosít, legalább 166 elutasító szavazatra lett volna szükség ahhoz, hogy elutasítottnak tekintsék. Éppen ezért a javaslat visszakerült a szakbizottságokhoz. Hatályba lépett a rendelet, amellyel bevezetik a megelőzési kvótákat a medvepopulációra, jelentette be Táncos Barna környezetvédelmi miniszter. Ennek célja a medvetámadások megelőzése. A miniszteri rendelet alapját az a szaktanulmány adta, amelyet az év elején mutattak be Brassóban, és amely az elmúlt 7 éves periódusban vizsgálta az ember és medve közötti konfliktusokat, illetve a barna medve állományt. Eddig több mint 3.400.000 állampolgár töltötte ki a népszámlálási kérdőívet online. Benedek Zakariás parlamenti képviselő úgy véli, hasznos lehet, ha a családtagok közösen töltik ki a kérdőívet, és erre jó alkalom lehet a hétvége, hiszen húsvétra sokan térnek haza a családjukhoz. Közel egy hónapja tart a népszámlálás Romániában. Eddig 3.476.661 kitöltött kérdőívet vett nyilvántartásba az Országos Statisztikai Intézet. A március 14-e óta zajló folyamat az első papírmentes adatgyűjtés az országban, hisz most először lehetőségünk van online formában is válaszolni a kérdésekre. A sok buktató mellett egy kis odafigyeléssel akár percek alatt ki lehet tölteni a kérdőívet, vagy a Lacikó Enikő Etnikum Közikapcsolatok Hivatalának államtitkára.
A kérdőív kitöltése körülbelül 20 percet vesz igénybe, nyilván ehhez hozzáadódik, hogyha vannak családtagjaink, akiknek kitöltjük, úgyhogy figyelembe kell venni azt is, hogyha vannak esetleg plusz lakások, vagy plusz olyan tényezők, amelyek miatt esetleg több kérdésre kell válaszolnunk, akkor esetleg egy nyugodt estén ezt meg lehet oldani. Benedek Zakariás parlamenti képviselő úgy véli, azért fontos, hogy a családok együtt töltsék ki a kérdőíveket, mert a tagok közül csak egy személynek kell beírni az adatokat, a házadatokat, így sokkal gördülékenyebb, sokkal hamarabb megy. Az online kérdőívek kitöltésére ők a húsvéti hosszú hétvégét választották, osztotta meg híradónkkal. Jó volna az is, hogy ennek ilyen eredménye is legyen. Tehát meggyőzni az unokát, meggyőzni a nagymamát, meggyőzni a nagytatát, hogy kitöltsék ezeket, közösen kitöltsék, és a legfontosabb az, hogy magyarnak vallják magukat, és a felekezeti hovatartozásukat is. És ez például a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, szóval legnagyobb ünnepe. És akkor ez is adhat egy impulzust ahhoz, hogy evel is foglalkozzunk. Azoknak is, akik külföldről látogatnak haza az ünnepre, lehetőségük van részt venni az idei népszámláláson. Ezzel a lehetőséggel csak azok a külföldön tartózkodó romániai állampolgárok élhetnek, akiknek van romániai személyi száma, illetve az elmúlt 12 hónapban itt éltek Románia területén, avagy olyanok is, akik nemrég telepedtek haza külföldről, és itt szándékoznak élni a következő egy évben. Emellett, akik kétlaki életet élnek, idénymunkások vagy külföldön tanulnak, őket arra kérik, hogy jelöljék magukat időszakosan távol lévőnek. Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma 103 millió eurót költ 370 turisztikai kulturális helyszín népszerűsítésére, illetve 225 épület felújítására. Többek között a projekt része 5 római erődítmény restaurálása is. Templomok, kastélyok, illetve hagyományos falusi házak is megújulnak az Európai Beruházások és Projektek Minisztérium hívogató Románia elnevezésű projektje által. Többek között felújítanak 5 római erődítményt is. Erre eddig nem volt országos program. A római castrumok túraútvonalának részeként újraépül például a sebesvári Porta Pretoria is. Hegedűs Csilla, az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának államtitkára 24+ műsorunkban elmondta, ez az első olyan örökség, amely Erdélyt igazán Európához kapcsolja. 5 római kastrumot szeretnénk felújítani, és 20-valahányat szeretnénk bemutatni, éppen azért, mert ez egy olyan örökségérték, aminek megszállottjai vannak szerte Európában, tehát akik bejárják a római kastrumok útját, és itt a legkönnyebb a csatlakozásunk a kastélyokon és a várakon túl Európával. Hozzátette, céljuk, hogy 2026-ra 1,5-szer több külföldi turista látogasson el Erdélybe, mint eddig. Ezért azonban dolgozni kell, fel kell újítani az épületeket és élettel kell őket megtölteni. Ugyanakkor minőségi vendéglátást kell nyújtani a turistáknak. Eötvös Koppány Bulcsú, a Maros megyei múzeum igazgatója elmondta, Mikházán jelenleg is áshatások zajlanak a római védelmi rendszer egyik állomásán. Az annak a körülbelül 5500 kilométeren keresztül átívelő római védelmi rendszernek határnak az egyik állomása, ami sok országon keresztül átszeli az egész kontinens, sőt Afrikát is. Körülbelül a 60-as években indult egy ilyen nemzetközi projekt, ahol azt szerette volna elérni, hogy a római limeszt, mint egy egységes UNESCO helyszínné nyilvánítsák. A projekt segítségével Mikházán bemutatóközpontot, illetve egy kutatóközpontot létesíthetnek, így az év bármelyik részében látogathatják majd a romokat az érdeklődők. A Nagyváradi Csillagocska Alapítvány a Budapesti Hagyományok Háza szakmai partnerségével évek óta szervez népi mesterkurzusokat. Legutóbbi szakmai képzésükön a népi tárgyalkotó művészet, valamint a helyi és erdélyi népi énekes anyag hihetetlenül gazdag világát ismertették meg az érdeklődőkkel. A
A Nagyváradi Csillagocska Alapítvány szerteágazó tevékenysége mellett arra törekszik, hogy közelebb vigye a népművészetet az emberekhez. Az alapítvány még 2019-ben indította el népi énekes mesterkurzusait. Ez alkalommal 12 év feletti népdalénekeseket, az archaikus népi éneklés iránt érdeklődő diákokat, zenepedagógusokat és néptáncoktatókat vártak, akiket a szamosdarai és hajdúsai népi énekes anyaggal ismertettek meg a hazai és Magyarországról érkezett énekes oktatók. A célunk ezekkel a népdalokkal az lenne, hogy a diákok, pedagógusok tovább éltessék ezeket a népdalokat. Olyan ritka kincs birtokában vagyunk, hogy most tényleg első kézből hallottuk ezeket a népdalokat. Az énekesek reméljük, hogy tovább fogják énekelni, a pedagógusaink meg tovább fogják tanítani ezeket a népdalokat. A kézműves módszertani képzés során Dobi Pál óvodapedagógus vezette be az érdeklődőket a népi tárgyalkotó művészet világába. A foglalkozások során kiderült, hogy mennyi izgalmas lehetőség nyílik a legegyszerűbb természetes anyagokat felhasználva. Nem szükséges a kézműves foglalkozásokon állandóan papírt, ragasztót, ollót használni, hiszen egy faágból, nátszálból, a kukoricának különböző részeiből is lehet érdekes játékokat, tárgyakat, különleges zajkeltő eszközöket készíteni. Sokat beszélünk környezetvédelemről, de lassan már elfelejtjük, hogy mit is védünk. Nem mutatjuk meg nekik, csak azt, hogy hogyan, például a szelektív gyűjtéssel, de az, hogy mit, már ritkán mutatjuk meg, ritkán megyünk mezőre, erdőbe, és a kezünkbe se veszünk most már ilyen tárgyakat, és én amellett állok ki, hogy igenis meg kell mutatnunk, hogy mi a természet, mik a természetes anyagok, mik a tulajdonságai, az esztétikája milyen, és ha szép tárgyak készülnek belőle, akkor fogunk érzelmileg kötődni a természetes anyagukhoz. A Csillagocska Alapítvány a Budapesti Hagyományok Háza szakmai partnerségében több éve szervezi meg nagy sikerű népi mesterkurzusait, továbbképzőit. A céljuk az, hogy pedagógusokkal, szülőkkel és gyermekekkel egyre szélesebb körben megismertessék és megszerettessék a népművészet hihetetlenül gazdag világát. Pedagógusok, szülők és gyermekek jelenlétében adták át a Bihar megyei Székelyhíd legújabb roma óvodáját. A korszerű oktatási intézmény a magyar kormány támogatásával, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének koordinálásával készülhetett el. Egy új, közel 50 roma gyermek korszerű oktatását biztosító óvodát és játszóteret adtak át a Bihar megyei Székelyhídon. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében elkészült épület a település Felsőváros elnevezésű negyedében kapott helyet, ahol a város legnagyobb roma telepe található. Azt gondolom, ez egy nagyon gyümölcsöző beruházás lesz, hiszen itt most két óvodai csoport fog, akár napközi csoport fog itt otthonra lelni, és közel a szülőhelyükön, közel azon a telephez, ahol ők élnek, és amint látszik, az udvaron is játszóterek vannak, meg lesznek felszerelve, tehát igazából megkapják azokat a körülményeket, ahol gyermekként jó pedagógusokkal nagyon szépen fognak tudni fejlődni, még az iskola kezdés előtt. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség 5 évvel ezelőtt kapcsolódott be a programba. A méreteiben példátlan együttműködés során a pedagógusok képzések, szakmai fejlesztések mellett országszerte 63 épületet építettek és újítottak fel, 200 játszóteret adtak át és több mint 300 óvodának hajtottak végre eszközfejlesztéseket. Az elkövetkezendő években ugye kötelezővé fog válni az óvodai oktatás teljes mértékben, már kötelező a nagy csoport, rövidesen a középső csoport is az lesz, majd a kicsi is, és szeretnénk ezeknek a gyerekeknek a lehető legjobb oktatást, a lehető legjobb körülmények között biztosítani, hogy a szülők bizalommal engedjék az óvodába gyermekeiket, és tudják, hogy jó kezekben és jó helyen vannak ezek a gyermekek. A magyar kormány 2016. decemberében indította el az óvodák, bölcsödék építését, valamint felújítását is magában foglaló Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot. A program keretében eddig 10 roma óvoda épült meg, melyek jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a helyi magyar ajkú roma lakosság minőségi oktatásban részesülhessen. Hargita megye tanácsa elkötelezett a romák felzárkóztatásában. Ennek égisze alatt került sor a Dream Road projekt második konferenciájára Csíkszeredában, a mély szegénység munkacsoport szervezésében.
A konferencia során elismert kutatók és terepszemléletű szakemberek kutatások, jó példák és szakpolitikák mentén helyezték perspektívába a lakhatás, a roma emancipáció, az együttélés, illetve a diszkrimináció témáját. A Hargita megyei roma lakosság felzárkóztatásának lehetőségeit, akadályait és az ehhez használható erőforrások feltérképezését tűzte célul a második Dream Road konferencia. Erről tartottak előadásokat a téma belföldi és magyarországi szakértői. Négy alap tematikával dolgozunk az idén, deszegregáció, diszkrimináció, érzékenyítés, valamint roma emancipáció, vagy a közkedvelt empowerment kifejezést használva. A rendezvény során igyekszünk többnyire a műhely munkákra fókuszálni, bár lesz egy plenáris ülésünk, ahol felvezetőként, hangulatkeltőként meghallgatjuk az előadásokat, de az igazi munkára, az eredménykeresésre, az útkeresésre gyakorlatilag a műhely munkák keretében kerül sor. Szeretetre, befogadásra és széleskörű összefogásra van szükség, összegeztek a konferencia szervezői. Azok a települések, ahol megtörtént vagy lehetőség van arra, hogy integrálják ezeket a mély szegénységben élő embereket, azon települések gazdasági szempontból és társadalmi szempontból is fejlődésnek indulnak. A konferencián magyarországi és romániai szakemberek osztották meg ismereteiket a témában. Magyarországon is nagyon-nagyon sok probléma van romák és magyarok között, nagyon sok a romák kirekesztettségével kapcsolatos probléma. Én gondolom, hogy nekünk tanítani kellene a romániai testvérünket. Tapasztalatokat meg lehet osztani, és én azért vagyok itt, hogy sokat tanuljak, és az én tapasztalataimat el tudjam mondani. A konferencián három olyan kiemelkedő tevékenységet végző romát, Bodor Emesét, Isztolyka Mátét és Jóni Gézát Hargita megyéért emlékéremmel tüntettek ki, akik munkájukkal hozzájárultak a közösség felzárkóztatásához. Az Erdélyi Magyar Televízió nézői tavaly április 12-én láthatták először 24 plusz című közéleti műsorunkat. A születésnap apropóján az elmúlt egy évet értékelték kollégáink. Hiánypótlónak nevezte az egy évvel ezelőtt elindított 24 plusz című műsort az Erdélyi Magyar Televízió főszerkesztője, hiszen az itt élő magyar közösség joggal várja el, hogy a legfontosabb, legérdekesebb témákról minden nap tájékozódhasson. A kezdeti célt pedig sikerült megvalósítani, véli Szepesi Előd. Egy nagyon mozgalmas év után vagyunk, hiszen az elmúlt évben velünk volt a járvány, gazdasági válság volt, elhúzódó kormányválság volt, ugye most egy háborús időszakban vagyunk, és ezek olyan fontos és nagyon komoly helyzetek is azt igazolják, hogy igenis jó döntés volt elindítani egy napi közeleti műsort, hiszen ezekről és nem csak ezekről a témákról rendszeresen beszámoltunk, rendszeresen követtük. Jakab Orsolya, a műsor egyik házigazdája, adrenalinnal teli időszaknak nevezte az elmúlt egy évet. Mint mondta, azon kívül, amit a nézők a képernyőn látnak, rengeteg kihívással kellett szembenézniük a kulisszák mögött is. Megmaradt számtalan olyan műsor, ahol sajnos a rossz hangminőség, illetve a rossz internetes csatlakozásnak köszönhetően nem volt jó a hangminőség, és hát úgy beszélgettem vendégekkel, hogy nem teljesen hallottam és értettem azt, amit mondanak, de eközben pedig figyelve a tartalomra további értelmes kérdéseket kellett feltenni. Szóval ez is a kihívásokról szól, azok a pillanatok, amelyek megmaradtak, a kihívásokról szólnak. Ennek ellenére Farkas Istvánnal együtt továbbra is szívesen ülnek az asztal mögé, hogy további érdekes beszélgetéseket vezessenek le a meghívottakkal, és a változatos témák boncolgatásával még több befogadó nézőre találjanak. Ez a műsor, ez a nézőkért van. Ez nem azért van, hogy Farkas Istvánnak legyen egy munkahelye, hanem azért van Farkas István a képernyőn, hogy tájékoztassa a nézőket, kapaszkodót nyújtson a nézőknek, keretezze a napot a 24 plusz a nézők számára, és elmondja nekik azt, hogy miért fontos a mi kis világunkban, a mi kis Erdélyünkben, a mi kis Romániánkban, a mi kis Európánkban. Az Erdélyi Magyar Televízió a továbbiakban is a megszokott időpontban hétfőtől csütörtökig este 8 órától tűzi műsorra a 24 pluszt. A Sirius játszhat az ötödik helyért. Sporttal folytatjuk.
A bajnoki 5. helyért zajló torna keretében találkoztak egymással a Marosvásárhelyi Sirius és a Kézdivásárhelyi KS női kosárlabda csapatai. A két győzelemig tartó sorozatban a Sirius az idegenbeli siker után hazai pályán is legyőzte ellenfelét, így az 5. helyért játszhat az idényt lezáró sorozatban. Kétszoros mérkőzést vívott egymás ellen a női kosárlabda bajnokság rájátszásában a Marosvásárhelyi Sirius és a Kézdivásárhelyi KS-e. Miután Kézdivásárhelyen a Sirius 57-54-re nyert, a Marosvásárhelyi mérkőzésen is az utolsó percekig nyitott maradt a találkozó végkimenetele. A Sirius végül ezt a találkozót 65-59-re nyerte. A Kézdivásárhelyi csapatot irányító Ljubomir Kolárevics szerint minden erőt kivett a csapatából a Szatmár Németi elleni negyeddöntő sorozat, amelyet a sokkal esélyesebb szatmáriak csak 3 nagyon szoros meccs után tudtak megnyerni. Nagyon közel álltunk hozzá Szatmár Németi ellen, hogy a liga legnagyobb meglepetését okozzuk, hogy a 7. helyről legyőzzük a 2. helyezettet. Rengeteg energiát használtunk el, és sajnos nem maradt elég plusz energiánk erre a 2 mérkőzésre. A Marosvásárhelyi találkozón a Sirius jobb védekező játékának köszönheti a sikert, vélt az irányító poszton szereplő Rebecca Lipovan, aki már az idényt lezáró helyosztó eredményét is megjósolta. Csapatként kezdtünk együtt dolgozni, elégedettek vagyunk azzal, hogy milyen jól agresszíven védekeztünk, és biztos vagyok benne, hogy az 5. helyen fogunk végezni. A Marosvásárhelyi csapat a rájátszásba jutás célkitűzésével vágott neki az idénynek, aztán hajszál választotta el attól, hogy a legjobb 4 közé jusson. A keret egyik legjobb védőjátékosának számító cimbalmos tímea szerint nem okoztak csalódást. Tudjuk azt, hogy lehetett volna esélyünk, és úgy érzem én például, hogy pici bakin ment el az a Final Four, de ahhoz képest, hogy milyen körülmények vannak, és miből alakult ez az egész, hogy tavaly nem volt semmi, ahhoz képest szerintem nagyot futottunk. A bajnoki idény jövő héten zárul. A Sirius ellenfele az 5. helyért zajló sorozatban a Csészémi Alexandria lesz, míg a KSE a 7. helyért játszik a kolozsvári U ellen. Mindkét sorozat 2 győzelemig tart. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!